A tavasz utolsó mérkőzésére feltették a pontot az írá a srácok, hiszen tavasszal remek szezont futottak. Hogyan értékeled az utolsó Hajdúsámson elleni győzelemmel véget érő mérkőzést? Hát mindenféleképpen pozitívnak értékelem. Én azt gondolom, hogy közönség szórakoztató mérkőzés volt, ugye 7 gólt tudtunk szerezni, nem kaptunk gólt, ezen kívül még akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk, hiszen több százszázalékos helyzetet is kiadtunk még a, a 7 gólunk mellett. A mai mérkőzésen kiemelném Pintér Norbertet, igaz, a mai mérkőzésen csak ő szerepelt az MB2-es keretből, de úgy gondolom, hogy példásan is profi szinten állt hozzá a mérkőzéshez. Hát igen, azt tudjuk, hogy Norbi egy kiváló képességű játékos, Ugye ő múlt héten összeszedett egy sérülést az MB2-es mérkőzésen, a héten nem is edzett, de úgy érezte, hogy a mai nap folyamán tudja vállalni már a játékot, és így besegített úgymond nekünk, hogy neki is meg legyen a mesterhelése. Nyilván azok a fiatalok, akik eddig visszajátszottak hozzánk, ők minden bizony a játék lehetőséget fognak kapni a holnapi nap folyamán és hogyan játszottak az MB2-es csapatból visszajátszó játékosok a szezonban, tudtak -e együtt készülni a hétköznapokon? Ja, az utolsó edzésnapokon e, tudtuk meg, hogy kik azok a játékosok, akik nálunk fognak játszani, de én azt gondolom, hogy minden alkalommal nagy segítségre vált a csapatnak, hiszen minél plusz tudtak nyújtani, ez, ez látszik a gólövő listán is. Sajnos e, mondjuk egy istenes erik e, Két hónapja összeszedett egy olyan sérülést, ami miatt nem tudott már játszani, de ő azért folyamatosan ott volt a gólövő élén. Az öltözőben hogyan fogadták a Tőzsgyőkeres Balmazói Városiak azt a hírt, amikor megtudták, hogy az MB2-ből visszajátszhatnak, hiszen nyilván nekik kellett játék lehetőséget adni ezeken a mérkőzéseken, amikor belettek nevezve a találkozóra? Ezt tudták már az első pillanattól kezdve, tehát így indult a bajnokság, hogy ez a lehetőség megvan. Nyilván a vezető edzőtől függ, hogy kit tesz be a keretbe, de ezt tudtuk az első pillanattól kezdve, hogy lehet olyan hétvége, amikor egy, kettő, három, négy, öt játékos lejátszhat. Nyilván az elején még szokatlan volt ez a játékosoknak, de onnantól kezdve, hogy olyan teljesítmény nyújtottak, ami, ami segítette a csapatunkat, ezt úgy gondolom, hogy mindenki elfogadta igen, említetted, hogy az elején szokatlan volt, ez sajnos az eredményeken is meglátszott az őszi szezonban, viszont tavaszra teljesen összeállt a csapat, például a hajdúböszörményt meg is vertük idegenben. Így van, tehát ezt a bajnokságot két részre tudom bontani. Volt egy őszi szezon, ahol egy, egy teljesen új garnitúra volt igazából nem ismerték egymást a játékosok, idő kellett ahhoz, hogy megszokják egymást, megismerjék egymást. Volt egy pár játékos ugye, aki távozott is a keretből, volt aki érkezett, és aki érkezett, mindenféleképpen pozitív hatással volt a csapatra, és a második fél évre a tavaszi szezonra már teljesen összeszokott a úgymond a mind a két keret. Ez a megye egy mennyire jó az MB2-es játékosoknak, hiszen azért nagy a különbség a két osztály között. Nagy a különbség, viszont mindenféleképpen jó, hogy játéklehetőséget biztosít azoknak a fiatal játékosoknak, akik nem kaptak szerepet éppen azon a hétvégén lévő MB2-es mérkőzésen, vagy esetleg egy 10-15 percet játszottak, tehát így ők egész meccs terhelést kaptak, így nem, nem romlott a formájuk. A középmezőnyben zártuk az idént, ez reális a csapatra nézve? Ha a tavaszi szezon nézem, akkor nem, hogyha az őszi szezont, akkor igen. Ezért mondtam, hogy két különböző úgymond bajnokság volt számunkra, mert a tavaszi szezonban sokkal jobban szerepeltünk, mint össze. mi lesz a következő szezonban? Lehet már tudni valamit? A az igazság, hogy semmit nem tudunk. Tehát nem tudjuk, hogy meg lesz -e ez a lehetőség. Fel kell mérni azt, hogy hány játékos maradhat az MB2-es keretből, kik azok az U19-es játékosok, akik feljebb léphetnek, és hogyha megvan egy, egy olyan keret, akivel el lehet indulni, akkor valószínű, valószínű hogy lesz megy egy, ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi lesz.